Kompromisszum született a közös agrárpolitika reformjáról a tagállamok, az Európai Bizottság és az Európai Parlament képviselői között. A 270 milliárd eurós uniós agrárbüdzsé elköltéséről csak 2 év csúszással tudtak megállapodni. Míg a parlament zöldebb és a kisebb gazdaságokat preferáló támogatási rendszert szeretett volna, a tagállamok a zöld célokat túlzónak találták, és versenyképességi okokból nem akarták hátrányba hozni a nagy tőkét sem. Környezet, klíma és állatbarátabb mezőgazdaságunk lesz, gazdabarátabb agrárpolitikával, mondta az Unió mezőgazdasági biztosa. A bizottság klímacélokért felelős elnökhelyettese is sikerként értékelte az alkut. Megállapodtunk a közös agrárpolitikáról, amelynek hozzá kell járulnia a kötelező érvénnyel vállalt klímacélokhoz, vagyis 2030-ra legalább 25%-kal kell csökkenteni a kibocsátást, és 2050-re elérni a klímasemlegességet, mondta Frans Timmermans. A kompromisszumot, amely szerint a direkt kifizetéseket tartalmazó első pillér 25%-át, a második pillér vidékfejlesztési támogatásainak 35%-át zöld célokra kell fordítani, hétfőn hagyhatják jóvá az uniós agrárminiszterek, majd az Európai Parlamentnek is szavaznia kell róla.